A püspöki palota kapuja előtt áldotta meg Böcskei László megyés püspök a virágvasárnapi barkákat 2018. március 25-én. Urunk Jézus Jeruzsálembe való bevonulásáról, királyként való tiszteletéről emlékeztek meg a hívek, majd kezükben a megáldott barkákkal a székesegyházba vonultak, liturgikus énekek kíséretében. Jeruzsálem gyermeknépe pálmafáknak ágait hozván elébe ment az Úrnak, s kiáltotta hangos szóval Hozsanna a magasságban. A Szent Márk evangéliuma szerinti szenvedés történetet a székesegyház Szent László kórusa énekelte Kristóf János karnagy vezetésével. Fodor József általános helynök prédikációjában a barka jelentőségéről beszélt, illetve ennek a tájainkon tavasszal elsőként rügyező ágnak üzenetéről. Krisztus igazi király, Krisztus szenvedő király, hiszen vállalta értünk a szenvedést és kereszthalált, hogy megváltson bűneinktől. Ebből ered Jézus harmadik királyi tulajdonsága, mégpedig az, hogy szerető király, egész földi élete, tanítása, az atyáról való tanúságtétele ezt bizonyítja. Virágvasárnap a nagy hét misztériumába vezeti be a hívő embert. Az előttünk álló Szent három nap lehetőséget nyújt a krisztusi mű, szenvedés, kínhalál és feltámadás fölötti mélyebb elmélkedésre, hiszen ez egyházunk liturgiájának csúcspontja.